Egy forradalom, egy szerelem, egy utazás és egy láda bejt. Előre! Vadromantikus történet Fehér Béla regényéből. Kossuth Kifli. Rudolf Péter tévésorozata március 15-től vasárnap estékén a megújuló Dunán. Ha az előkészítés tárgyalások idejét is ide veszem, ez több mint két év, ha pedig egy ilyen rendes 8 órás munkanapból indulok ki, akkor meg inkább 3 és fél év munka. És milyen élmény volt? Másképp nem lehet, ilyen léptőmunkát másképp nem lehet csinálni az ember, különben összerogyna, hogy élvezi. Hát minden másodpercben tudtam, hogy egy óriási szerencsém, hogy ezt végigcsinálhatom. Ettől még természetesen a testem az a nagy öröm ellenére azért az voltak holtpontok ebben, tehát azért a forgatás 50. napja táján, napi 3 óra alvás azért az már kezdett látszódni, de akkor mindig történt valami, amit tovább lendítette az ember. Ez furcsa, hogyha valami megszületik, amit elképzeltél hónapokkal azelőtt, az egy olyan öröm, vagy egy olyan adrenalin, ami a cél megpillantása a maratoni futónak. Nem terveztétek egyébként, hogy mozivászonra viszitek, vagy alapból a sorozat volt a koncepció? Alapból a sorozat volt, és utólag kiderült, hogy utólag meg nem, nagyon komplikált lenne megcsinálni. Én készítettem egy ilyen vágatot, de hiányérzetem volt. Csak úgy lehetett volna létrehozni, hogyha még hozzáforgatunk. Ahhoz pedig sem időnk, sem időjárásunk nem volt. Számodra mitől különleges ez a sorozat? Hát önmagában különleges természetesen, hogy elkészült, hogy elkészülhetett. Hogy különleges attól, hogy nem egyszerűen egy történelmi regény megfilmesítéséről beszélgetünk, hanem misztikus elemekkel, csodákkal, szellemekkel tarkított, összetett történet megfilmesítése zajlott. Tehát mindenképpen most kellett megtanulnom, megismerkednem rengeteg olyan dolog, amit azt hittem, hogy tisztában vagyok vele, de hát rengeteget tanultam a CGI lehetőségeiből. Tehát rengeteg olyan komputeres trükk van benne, ami, tehát ez önmagában különleges. Különleges, hogy ennyi színésszel együtt dolgozhattam. Hát azért olyan, tényleg állandóan belekeveredem abban, hogy olyan számokat kell, hogy kimondjak, ami szinte sokkoló. Tehát több mint 100 színésszel dolgozhattam együtt, nagyszerű színészekkel. Valaki most mondta az utómunka stúdióból, hogy egy részben több mint 1000 vágást érzékelt a fényelő. Ami hát nyilván fölötte van egy tévés ritmusnak. Sok-sok mindent tudok felsorolni, még annyira közel vagyok az egészhez, hogy még nem is csapódhatott le semmi, és nyilván a lecsapódási folyamat az, amikor megnézték a nézők, és lesz sok-sok visszajelzésem, igazán akkor fejeződik be, vagy talán még akkor sem. Abban reménykedem, hogy lesz egy utóélete. A nyelvezete annyira különleges, mi is már használtunk egymást, és abban reménykedem, hogy ezzel más is így lesz, aki megszereti a sorozatot, és újra nézi. Milyen forrásokat használtatok, vagy mi segített abban, hogy korhű legyen a nyelvezet, ugye a helyszínek, a kosztüm? Hát a nyelvezet ott ugye ez a színészeknek volt kihívás, tehát itt ez egészen másfajta tanulási folyamat, mint a szevasz, hogy vagy, jó napot, kérek egy kávét, hogy ez természetesen hasson, érthető is legyen, plastikus legyen, de ez végül is egybeesik azzal a szándékkal, amit az ember nyilván rendezőként mindig kér, meg önmagától, ha éppen színész. Hogy pontosan tudja, hogy mit akar, és az ember pontosan tudja, hogy mit játszik, akkor plasztikusabban is fogalmaz. Innentől kezdve egy ponton túl teljesen mindegy, hogy franciául, magyarul, argósan beszél, nyilván, stilárisan egy mai történetben megengedünk magunknak bizonyos kásásságokat, amit ebben az esetben nem lehetett megengedni. És kosztümök, helyszínekben milyen forrásokat használtatok? Ezért lenne jó, hogyha sok ilyen készülne, mert természetesen nem lehetett bemenni egy raktárba és kihozni az idevágó ruhákat. Próbálkoztunk Ausztriából behozni, de iszonyatos drága, tehát egyszerre kellett varratni, a főszereplőknek nyilván ki kellett találni, a tévének azért van egy raktár onnan is, színházak is helyenként segítettek. Nagy segítség volt a
hagyományőrzők csapata, akik nagyon komolyan veszik a munkájukat, és a történész, Vitte László történésszel által leellenőrzött tip-top korhű ruhákban jelentek meg, és nagyon fegyelmezettek voltak. Tehát még egy profi statisztánál is fegyelmezettebben vonultak végig 40 fok melegben, 10-szer a Sóskuti mezőn. Úgyhogy nagyon-nagyon sok ember munkája van benne. Hát itt ezen szerintem több száz, de még lehet, hogy ez négy számjegyű azoknak a száma, akik ezen ügyködtek, hogy ez létrejöhessen. Mire számítotok? Nagyon nehéz kiszámítani. Bárki azt mondja, hogy tudja, hogy minek mi lesz a sorsa, az önhit. Nem tudom. Jók az előjelek, és azt hiszem, hogy lesz egy utóélete, ami egy tévésorozatnál ugye magától értetődő is lehet, ha ismétlik, meg hát különböző tárhelyeken megnézhetők, és azt gondolom, hogy abban reménykedem, hogy ugyanúgy beépül majd néhány Fehér Bélai zseniális fordulat a köznyelvbe, ami azt jelzi, hogy ez akkor tud beépülni, nem önmagában ez csak az öröm, bár ez is öröm, hogyha ezt a filmet többször megnézik és szeretik. És hogyha nem, akkor Sút Kifliről beszélünk, esetleg milyen terveid vannak a jövőre nézve? Hát egész konkrétan holnap kezdek el a Radnóti Miklós Színházban rendezni egy mai magyar darabot, amit Tasnádi István írt, Bálint András felkérésére dolgozom a Radnótin. Zenés, nem operett, bár a címe az, spam operett a címe, és Dínyes Dani a zeneszerző, és Hajos András a szövegíró. És filmek terén, vagy mozifilmek terén esetleg? Sok minden haditerv van, hát most egyelőre ezt azért szeretném letudni, van nekem is készülő szinopszisom, meg is kerestek ötletekkel. Egyelőre a Kossuth Kifli tölti ki a napjaimat, és másodpercek múlva pedig a Radnóti Mikroszínházon.